100 éves a Sátoraljaújhelykeri, a középfokú oktatási intézmény 2011. szeptember 1-től a Római Katolikus Egyház fenntartásában működik. A katolikus keri az iskola alapítása alkalmából emléktáblát avatott, illetve egy platánfa ültetésével szimbolizálta a változást. Jogilag egy új intézmény lettünk szeptember 1-től, gyakorlatilag viszont már egy 100 éves múltra tekinthetünk vissza, és ezt az átlépést szerettük volna egy kicsit folytonossá tenni. Ugyanakkor ez a platánfa egyfajta szimbólum is. Ha emberi tulajdonságokkal akarom felruházni, akkor sugallja a bölcsességet, a határozottságot, megbízhatóságot, és úgy gondolom, hogy ezekre a gondolatokra ma is szükségünk van. Az iskola diák önkormányzata is támogatta a változáshoz kapcsolódó eseményt. Amióta katolikus lett az intézményünk, ezáltal így lehetőség adott az a diákoknak, hogy tanulják egy kicsit a hitet, hogy legyen hitük, és hogy Istenhez is közelebb kerülhessenek. Hát ez a mai nap, ez nagynak mondható, mivel ez egy kezdet, a katolikus kerinek a kezdete, és szerintem ez a fa is ezt jelképezi számunkra. A faültetés mindig a hosszú távú gondolkodást szimbolizálja. Ezért választották az iskola megalapításának megünnepléséhez ezt a formát az oktatás intézmény pedagógusai, diákjai. Előre gondolkodunk 5 évre, 10 évre, 20 évre és nagyon hosszú időre. Nyilván az egyházi átvétellel is egy hosszú távú gondolkodás, egy hosszú távú közös gondolkodás fogalmazódott meg, megtartva azokat a tradíciókat, amit a keri képviselt hosszú időn keresztül a városba, és ezt kiegészítve ugye azzal elvárással, amit a katolikus keri nyújt a diákoknak. Az elhelyezett emléktáblát és az elültetett platánfát Gubala Róbert római katolikus esperes áldotta meg. Egy iskolában az valóban mindenféleképpen nem becsempészhető, hanem mint a hitünk által ugye egy olyan meggyőződés, és egy katolikus és egy Istenbe vetett hit meggyőződés adatik tovább, hogy a természet fölötti meglétének és értékrendszerének a tantárgyon keresztül is ugye át kell, hogy sugározzon és tükröződjön. Az iskola vezetése bízik abban, hogy az elültetett fa több évtizeden keresztül hirdeti majd a katolikus keri működését. De csak várj!